Minden év novemberében indul a kötelező gépjármű felelősség biztosítás átkötési időszaka. A díj befizetését Magyarországon törvény szabályozza, minden arra kötelezett jármű tulajdonosának rendelkeznie kell vele. Azoknak, akik még 2010 előtt vásárolták gépjárművüket és váltáson gondolkodnak, december 1-jéig kell lemondani a jelenlegi szerződést és év végéig kell megkötni az új konstrukciót. A várakozások szerint új évtől újra emelkedhetnek a díjak, a pontos számok azonban azokban az ajánlatokban jelennek meg, amelyeket a napokban küldenek ki a biztosító társaságok a tulajdonosoknak. Ebben ugye minden olyan adat megvan, ami ahhoz szükséges az ügyfeleknek, hogy a váltást meg tudják nézni, és utána meg is tudják tenni. Novemberi időszakban lehetőség van arra, ugye, hogy ezeket a tarifákat megnézik a különböző tarifáló felületeknek a listáján, és eldöntsék azt, hogy érdemes-e, szükségszerű-e a váltás, vagy pedig maradnak annál a biztosítónál, akinél eddig voltak. Még körülbelül egy-két napon belül lesznek élesek ezek a tarifáló programok, tehát még mi sem tudtunk tarifálni szerződésekre, hogy egyáltalán hogyan fognak alakulni a jövő évi díjak. Ez azt gondolom, hogy holnap-holnap után már be fog következni, és fogjuk azt látni, hogy milyen százalékban fognak esetleg emelkedni, csökkenni, vagy hogyan fognak alakulni ezek a díjak. Az elmúlt évek tapasztalatai egyébként azt mutatják, hogy körülbelül minden tizedik érintett vált biztosítót ebben az időszakban, idén körülbelül 100 000 ilyen esetre számítanak a szakértők. A kötelező biztosítás díja a pótdíjakat is figyelembe véve egyébként számos körülménytől függ. Akinek károkozása volt, ott nagyon magas pótdíjakat alkalmaznak a biztosító társaságok. Ott arra is kitérnek, hogy ugye egy éven belül hány kára volt, az elmúlt 3 évben hány kára volt, ezek a károkozások mikor történtek, és ez mind befolyásolja, hogy mennyi lesz ugye a pótdíj szorzója. Fontos ugye a futás teljesítmény, hogy mennyit fog menni egy évben. A kilovatt nagyon meghatározza az, hogy ugye helyileg hol van az üzemeltetőnek vagy üzemben tartónak a székhelye, vagy a forgalmiba bejegyzett lakhelye, tehát hol használja ugye az autót. Az életkora, amikor szerezte a jogosítványt, tehát ezek mind befolyásolják a díjat. Jó hír ugyanakkor, hogy egy erre a célra külön felállított hatóság ettől az évtől kezdve már szabályozza, hogy a biztosító társaságok meghökkentően magas károkozói pótdíjakat szabjanak ki. Érdemes emellett új szerződés megkötésekor csomagban gondolkodni. Amennyiben ugyanis ugyanazon cégnél kötnek például a kötelező mellé kaszkót és lakásbiztosítást is, az adott társaság jellemzően jóval kedvezőbb árakat ajánl ügyfeleinek.